Kicsi rendhagyó módon Erkel Ferenc bánkbányának nagy áriájával kezdődött a mérkőzés. Teljesen üres a bal oldal, ment is a labda Vincéhez. Vince még mindig, hárman várják. Középen egy csúsztatott fejes. Nagyon szép volt, kis megmozdulása. Herceg nagyon jó labdát kap. Középen egyelőre senki, ezért cselezget Herceg, de ellőhetné lassan a labdát, még mindig nála van, csak most már átkeveredik a túloldalra lassan. Herceg most lövi, kapuka! Csak nézte Nagy Gábor. 41. perc, újpesti szabadrúgás, korsós lövi. Remek lövés, gól! 1-0-ra vezet az Újpest. Egyből, hogy odálltam, rögtön a rövidet akartam rúgni, de szerintem kicsit gyenge volt, szerintem a kapus is benne volt ebben a gólban. Utolsó perc az első félidőben, Tóth Norbert. Jól csavarodik, bizonyám, Tamási fejez mellé. Most van vége az első félidőnek, hát mindenféle minősítés nélkül maradjunk annyiban, 1-0-ra vezet az Újpest a BVSC ellen. Ezt bekaptuk, ezt a szabadrugásból, ilyen benne van, de hát a játék alapján nem voltunk, nem játszottuk alárendbe a szerepet. Most azt mondtam, hogy bátrabb, támadóbb játékot kell csinálni, akarunk egyenlíteni. Harmadik perc, a második félidőben Tóth Norbert. Pont kapu közepébe ment a fejes Pető. Ellenfélhez Uzsvát indít, na itt a nagy bemutatkozási lehetőség, Bozsik belerúgja víróba. 20 másodperccel ezelőtt állt be Bozsik, de már most többet csinált, mint ahobel, aki lement. 14. perc, Tóth Norbert. Korsos fejjel, gól! 2-0-ra vezet az Újpest. Tóth Norbinak a szabadrugásából. Hát erre azt tudom mondani, hogy meg kell érezni, hova jön a labda. Szóval nem mindig oda jön a labda, ahova szeretnénk. Szerencsém volt, és jól érkeztem. Vince, nagyon jó indítás, ki a jobb oldalra. Ott a lövés, ki a klövi. Kis lövését bíró. Kozma. Kozma még, elhúzta a lábát Füzi, van már sárga lapja, úgyhogy ebből kiállítás lett. 23. perc a második félidőben, egyértelmű a szabálytalanság, és az is egyértelmű, hogy ilyenért sárga lap jár, ez pedig a második volt, úgyhogy maradnak 10 a BVSC-ben. Óriási hiba. Hát ilyet én még nem láttam. A korsosnak semmi más nem kellett tenni, csak ott állnia. Rárúgta a hátamra, a derekamra a labdát, és onnét bepattam. Számomra egész értetlen módon, hát találtam a korsos a pillanat, és bepattam tóra a labda. Hát játék a pályafutásom alatt jó néhány nélkülőt játszottam már, és eldőlőtt szinte egész az NB1-ig, de ilyen katasztrófális hibára, ilyen kapott góra minden emlékszem. 93. perc. Jenei megkapná, és most van vége, 3-0 a mérkőzés végeredménye. Azt hiszem, csak a három korsos gól emlékezetes, de leginkább az utolsó.